A felkészülés utolsó hetéhez érkezett a Nyíregyháza Spartacus, amely közel 4 évtized után szerepel ismét a magyar labdarúgás 3. vonalában. Az NB3-mal ellentétben a körülmények első osztályúak voltak, a keret 2x1 hetet Abóiszántón edzőtáborozott, és minőségi ellenfelekkel szemben igyekezett lemérni, hogyan áll a csapatépítés. A kezdeti botladozás után jöttek a győzelmek, legutóbb az NB2 Szolnok otthonában nyertek 2-1 Törtejék, így a szakmai stáb bizakodva várja a rajtot. 21-es keretünk lesz, a következő elv alapján raktuk össze. Megpróbáltunk egy alapcsapatot itt tartani a régi játékosokból, ami sikerült is, ezt megspékeltük még a Ramosszal, és az volt a következő cél, hogy fiatalokkal építsük körbe a keretet, ezt a magot, főleg olyan fiatalokkal, akik nálunk nevelkedtek, vagy szabolcsiak, és másik feltétel vagy kritérium volt az, hogy majd jövőre, ha MB2-t beszerepelünk, akkor ezek a játékosok megfeleljenek a fiatal szabálynak. Tehát egy kicsit kellett keverni a kártyákat. Van sok ügyes, tehetséges fiatalunk, akik kölcsönben Nyírbátor egyéb csapatoknál játszottak, viszont őket nem tudjuk már használni a koruk miatt majd. Találtunk néhány ügyes gyereket itt a Spartacusnál, akiről úgy gondolom még hallani fogunk, vagy akikről még hallani fogunk, ez a Pálinkás, a Vámos Márk, Ács Ádám, de itt van a kis Kapatina, őre is lehet leszámolni. A 17 csapatos keleti csoportból 2 együttes jut fel az NB2-be, és mint Dek János szavaiból kiderült, meg sem fordul a vezetők fejében az, hogy bármi is megakadályozhatja a Sparit az osztályváltásban. Elvileg, hogy gondot okozzon valami, az nem nagyon fordulhat elő, bár én biztos vagyok benne, hogy meg fogjuk nyerni ezt a bajnokságot. Az a kérdés, hogy sírva vagy dalolva. Gondolom, hogy igyekeznek majd megnehezíteni a dolgunkat, sok csapatnak az élete meccse lesz, csak bennünket akar majd megverni. Elég rossz minőségi pályákon felállt védelem ellen kell futballozni, de hát ezt tudja mindenki, ezzel kell majd megküzdenünk. A Nyíregyháza Spartacus kedden 18 órakor tartja hagyományos szezon előtti szurkolói ankítját a Városi Stadionban. A nyitófordulóban vasárnap délután a DVSC Deac csapatát fogadja a Spari.